Hamarosan. Jáger. Karácsony. Srácok. Sziasztok! És üdvözöllek titeket a következő vasárnap Gergővel epizódban, amit ismét itt a nappaliban veszek fel, mert éppen kint vagyunk a konyhába Kingával, mármint az előbb én is ott voltam, már csak ő van ott, és az első Jáger karácsonyi együnk epizódot vettük fel, vagyis még éppen vesszük fel, de most itt vasárnap délután van, úgyhogy mi keményen készülünk a Jáger karácsonyra. 16 óra 28 perc van 17-én decemberben, csak hogy tudjátok, hogy én mikor vettem fel ezt a videót, és hát ugye a héten, ezen a héten nagyon-nagyon sokszor említettem a Jáger karácsonyt, és képzeljétek el, még a saját édes anyukám is kérdezte, hogy Gergő, mi az a Jáger karácsony? Mit akar ez, hogy Jáger karácsony? Miért mondogatom, hogy Jáger karácsony? Ha te is erre kíváncsi vagy, akkor tökéletes helyen jársz, a legjobb helyen az interneten, hogy megtudd ezt. A 2017-es Jáger karácsony holnap, azaz december 18-án kezdődik. Ugye srácok, óriási tapsanra sincs itt a soundboardom, zenét kérek. December 18-ától december 25-ig Jáger karácsony lesz itt a Jánosi Gergő csatornán, minden nap király, karácsonyi témájú videók, és minden második nap vlogmas. Igen, nagyon-nagyon sokan kértétek, nagyon-nagyon sokan kérdeztétek. Lesz a Jánosi Gergő csatornán vlogmas velem, Kingával és a családom többi tagjával. Úgyhogy srácok, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor semmi más dolgotok nincsen értelemszerűen, mint aki még nincs feliratkozva, az gyorsan iratkozzon fel, gyorsan nyomjon erre a videóra egy lájkot, és gyorsan kapcsolja be lent itt alattam a csengőt, hogy minden nap értesüljön a videókról. De amúgy egyáltalán nem bonyolult, minden nap 18 óra 00-kor itt a Jánosi Gergő csatornán egy videó, és kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap, azaz 4 nap, vlogmas lesz. Az azt jelenti, hogy karácsonyi vlog. Ez a vlog jövő hét kedden, csütörtökön, szombaton, vasárnap 19 órakor, azaz este 7 órakor, 1 órával a fő videó után fog felkerülni a csatornára. Úgyhogy még jobban figyeljétek ezeken a napokon a csatornát, nem csak egy értesítésetek lesz, hanem kettő értesítésetek is lesz remélhetőleg. De ne felejtjétek el, hogyha értesítést sem kaptok, akkor is nézzetek fel minden nap a csatornára, mert király karácsonyi videó vár majd ott. Srácok, nagyon-nagyon izgatott vagyok, higgyétek el, ezért nagyon-nagyon sokat dolgozunk mind a ketten Kingával, hogy nektek először is. Már az is sok munka, hogy minden nap videókat csinálok nektek, de az, hogy még kedden, csütörtökön, szombat, vasárnap, pedig napi 2 videó, plusz mind a kettő karácsonyi témájú, és még érdekes is legyen, ne az enyém, hogy otthon ülök. Ja, csináltam egy kávét. Jaj, de finom ez a kávé. Hú, olvastam egy hirtelen eten. Én nem vagyok az ilyen videók híve. Úgyhogy srácok, még egyszer, Jáger karácsony, ha te is Jánosi Gergős termékbe akarod a Jáger karácsony videókat nézni, akkor semmi más dolgod nincs, mint a videósbolt.hu per Jánosi Gergő oldalra ellátogatni. Jánosi Gergő oldalra ellátogatni. Tehát még egyszer ne feledjétek, minden nap videó ugyanúgy 18 órakor, plusz jövő hét kedd, csütörtök, szombat, vasárnap vlogmas lesz. És ugye jött is a kérdés, hogy Gergő, milyen karácsonyi témájú videók lesznek? Szóval, karácsonyi témában olyanokat várjatok tőlünk, mint hogy karácsonyi sütős, kóstolós együnk videók, karácsonyi szlájmos videók, karácsonyi teszt videók, karácsonyi Minecraft videók, és egyéb karácsonyi témájú videó. Ez a hét most a karácsonyról fog szólni értelemszerűen. Továbbá, milyen vlogmas videók lesznek, Gergő? A vlogmasban pedig érdekes karácsonyi témájú dolgokat fogunk nektek készíteni, mint például karácsonyfa vásárlási díszítés. Eljöhettek velünk, amikor megyünk karácsonyfát venni, és amikor feldíszítjük. Aztán itt van Miskolcon egy adventi villamos nevezetű dolog, azt is ki akarom próbálni, még soha nem voltam, és gyönyörű. Tehát karácsonyi témájú utazós vlogmas, ahol mondjuk, mit tudom én, bemegyünk a városba, megmutatjuk itt milyen díszítés van, iszunk valami jó forró csokit, valami jó kis király karácsonyi hangulatú videó. Továbbá még kitalálunk érdekes dolgokat, nyugodjatok meg, dolgozunk rajta előre, hogy minden nap nektek valami király videót össze tudjunk dobni. Úgyhogy srácok, remélem várjátok, én már nagyon-nagyon-nagyon várom. Természetesen jön még majd Jelly Belly, Jelly Bean karácsonyra. Szeretnék élőadást is csinálni, nem mondom, hogy karácsonykor, de valamelyik nap. Ezt is előre be fogom jelenteni Facebookon, Instagramon, Twitteren, úgyhogy gyertek ott is, kövessetek meg itt YouTube-on is.
Úgyhogy srácok, király hétnek nézünk elébe. Nekem kemény lesz, de nektek is kemény lesz, mert minden videót meg kell nézni, srácok, tényleg. Azt hiszem, mert nagyon-nagyon sokszor van az, hogy felteszek valami videót, megnézitek pár ezren, és utána mondjátok, hogy mikor lesz ilyen videó. Hát srácok, érdemes felnézni a csatornára, mert minden napon videó, ez nem mindig esik le az embereknek, mindig ide, hogy na végre a videó, már rég vártam. Hát minden nap van videó, srácok, komolyan minden nap 18 órakor, ez 100%-ig biztos. Továbbá még valaki leírta nekem, hogy hát bocs, de én karácsonykor a családommal leszek. Én nem azt mondtam, hogy 24 órában itt ülj és engem nézi, hanem azt mondtam, hogy minden nap fogunk találkozni, és ezt nem muszáj aznap megnézni, meg lehet nézni másnap is, úgyhogy Isten ments, hogy itt ülj és engem néz. Legyél a családoddal, a barátaiddal, a szeretteiddel, erről szól a karácsony. Ugye nagyon-nagyon sokan mondják nekem, hogy hát már sajnos a karácsonynak nincs maga szelleme, nem olyan jó, mit tudom én. Srácok, nem nyígni kell. Nekünk kell megteremteni a karácsonyi hangulatot, nekünk kell piros, zöld és aranyszínű ruhákba járni, nekünk kell karácsonyi pulóvereket hordani, nekünk kell Mikulás sapkát felvenni, nekünk kell a fát megvenni, nekünk kell a fát feldíszíteni, nekünk kell ajándékokat egymásnak becsomagolni, nekünk kell telefonni magunkat szaloncukorral, nekünk kell finom karácsonyi édességeket készíteni és édességeket sütni, főzni, mert édességeket ne főzzetek, rendes karácsonyi kajákat főzzetek, és talán nekünk kell bezabálni egy együnk videó keretében, úgyhogy srácok, mi készítsük, mi sugározzuk a karácsonyi hangulatot, és akkor nagyon-nagyon király karácsonyok lesz, ez garantálom nektek. Úgyhogy semmiféleképpen ne hagyjátok, hogy az olyan emberek, akik mi jó a karácsony, lehúzzanak titeket, bennetek ilyen a karácsony szelleme, mert igazából semmilyen más szelleme nincsen, csak bennünk él a karácsony. Ha mi nem adjuk magunkból ki, akkor nem lesz karácsony. Úgyhogy srácok, reméljük esni fog a hó. Mármint tudom, hogy nagyon-nagyon sok felnőtt azért imádkozik, hogy ne essen a hó, és tény és való, hogy a hóval úgymond csak a baj van, de én imádom. Imádom azt, amikor karácsony reggelén, karácsony másnapján kinézek, és havasatáj, ki tudok menni az erdőbe, ki tudunk menni az erdőbe, a kutyákkal játszani tudunk a hóba, a nagy hóba ropog a talpunk alatt, úgyhogy én igenis remélem, hogy lesz hó karácsonykor, remélem ti is. Úgyhogy srácok, ne felejtjétek el, én és mi itt leszünk minden egyes nap nektek, ugyanúgy, mint idáig, de egy kicsivel különlegesebb karácsonyi videókat fogunk majd nektek elhozni. És ne felejtjétek el, Vlogmas is lesz, úgyhogy nézzetek minket. Még egyszer, minden nap 18 órakor a rendes karácsonyi videó, és minden második nap, azaz kedden, csütörtök, szombat, vasárnap, pedig Vlogmas 7 órakor, tehát egy órával a fő videó után. Továbbá, ha még lesznek érdekes dolgok, azokat ki fogom írni. És akkor most térjünk át gyorsan a Vasárnap Gergővel rendes témájára. Azon összegezzük a hetet, srácok. Ezen a héten meg lett a 92 ezer feliratkozó, amit rettenetes mértékben köszönök nektek, de komolyan. Komolyan ti vagytok a legjobbak. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez nagyon-nagyon sokat jelent nekem. És keményen dolgozom azért, hogy hát ha új év előtt még meg lesz a 100 ezer, de az se baj, ha januárban lesz meg. Sőt, el sem tudom hinni. De azért picit reménykedek. Na viccet félretéve nézzük is a videókat, és most haladjunk visszafele, mit szóltok hozzá? Szombaton, tegnap értelemszerűen slime szombat volt, és egy UFO slime-et, UFO taknyot, egy UFO slime-ot próbáltunk ki, és teszteltük is, hála az égnek, ebbe is volt zselé lény, úgyhogy srácok, menjetek vissza a tegnapi videóra, a szombatira, és nevezzétek el, mondjátok el, hogy hívjuk azt az UFO-t, ami nem látta, gyorsan nézd meg. Amúgy kevesebb, mint egy nap alatt 18 ezer megtekintés, ez azért nekem rengeteg. Aztán pénteken egy nagyon-nagyon király együnk videót töltöttem fel, egy nagyon sikeres együnk videó, nagyon tetszett nektek, amit tényleg köszönök szépen. Nyelvtetoválást készítettünk, jól halljátok, nyelvtetkót készítettünk. Nagyon tetszett nektek, én is olyan elveztem, érdemes megnézni. Csütörtökön Minecraft volt, amit tetszett nektek, karácsonyi Fire the Button pályát játszottunk ki, azelőtt világító slime-ot csináltunk a slime szerdán, király volt, foszfereszkáló patit készítettünk a pati laborunkba, kedden pedig a világ egyik legnehezebb játékát próbáltam ki, a Getting Over It nevezetű játékot, nézzétek meg azt a videót, rettenetesen fejlegesítettem magam rajta. Aztán hétfőn pedig a szappan ízű cukrot próbáltam ki, még most is itt van, srácok, borzalmas volt az a dolog,
tényleg kegyetlen, kegyetlen. Úgyhogy srácok, várlak titeket jövő héten, mindenkinek előre is kellemes ünnepeket kívánok, de ne felejtjétek el, minden egyes nap találkozni fogunk, sőt, lesz olyan nap, amikor kétszer, úgyhogy várlak titeket a Jáger karácsonyra, várom kommentekbe, hashtag Jáger karácsony, írjátok mindenhova, szóljatok mindenkinek a Jánosi Gergő csatornán, Jáger karácsony különkiadások leszünk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, tetszett nektek ez a videó, ha igen, és várjátok, a Jáger karácsonyt akkor nyomtok egy óriási nagy lájkot, ezért ez hogy igen, továbbá még egyszer a videósbolt.hu per Jánosi Gergő oldalon ilyen király jágeres termékeket vásárolhattok és nézhettek szét. Mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, és ne felejtjétek el, találkozunk holnap 18:00-kor, aztán pedig kedden kétszer is 18:00 és 19:00-kor, úgyhogy srácok, ha csatlakozni akartok a világ legeslegjobb csapatába, akkor iratkozzatok fel Napi Király videókért, mert találkozunk holnap is, ha nem bírjátok ki holnapig. Itt van kettő darab videó, itt, meg itt. Kattintsatok rájuk, nézzétek meg, remélem azok is tetszeni fog nektek, és tetszeni fognak nektek, és találkozunk holnap. Sziasztok!